Kár, hogy volt még egy harmad ebből a mérkőzésből. Hát, ja, ez elég finoman fogalmazza. Szerintem mindenkinek mondhatom, hogy tényleg szégyeljük magunkat, hogy emberek pénzt fizettek azért, hogy eljöttek minket bíztatni, és ilyen harmadik harmadot tudtunk produkálni. Tehát az első harmadban eléggé ránk jöttek, ott védekezni kell, de jól tudtunk védekezni. A második harmadban szerintem jól játszottunk, talán az egyik legjobb harmadunk volt, amit én mondjuk a válogatottba átéltem, főleg egy jó ellenfélen, és egyszerűen a harmadik harmadra nincsenek szavaink, tényleg szégyelni tudjuk magunkat, hogy még kapunk egy-két gólt, az egy dolog, akkor is lehet küzdeni, hajtani, és egyszerűen teljesen elvesztettük a fonalat, és képtelenek voltunk még bármi értelmeset csinálni. Nem így terveztük, hogy így beszélgetünk arról, hogy százszoros válogatott lettél, gondolom, hogy te sem. Hát abszolút nem. 40 percig azt gondolom, hogy jól játszottunk, tehát mindenki oda rakta a csontot, nagyon jól védtek a kapusaink, az Zoli is, a Miki is, teljesen hidegen beállt és tartotta a csapatot. Azt beszéltük a második harmad után, hogy valami nagyon nagy dolgot tudunk véghez vinni. Pontosan az ellenkezőjét tettük ennek. Leromboltuk az egészet, amit felépítettünk. Rettenetesen szégyeljük magunkat, és vasárnap ki fogjuk javítani. Mi történt itt az utolsó harmadban? Hát ezt még most nekünk is kicsit fel kell dolgozni, mert nagyon nem esett jól senkinek se. Úgyhogy elnézést kérünk mindenkitől, aki esetleg tévébe követte. Köszönjük a szurkolást, meg a helyieknek is, akik ideig elutaztak. Nem ezt érdemelte senki. Szerintem mi sem, mert nagyon sok melót tettünk az első két harmadban, szerintem ez látszott mindenféle szemszögből is, és nem is így terveztük, hogy kijövünk a harmadikra, de ha már úgy alakult, és eljött ez a harmadik harmadba, eljött ez a pont, amikor már láttuk, hogy mondjuk nincs esélye ez esetleg egy győzelemre, ezt akkor se szabad megengedni egy csapatnak, semmilyen csapatnak se, hogy így kiteljesedjön az ellenfél, tehát hogy egyszerűen nem tudok rá most mit mondani, jót mondani, hogy miért történt meg. Úgy terveztük, hogy kijövünk a harmadik harmadra, és folytatjuk azt a tudatos játékot, amit 40 percen keresztül felépítettünk, és nem sikerült. Most így röviden a meccs után, miben látod ennek az összeomlásnak az okait? Hát, ha tudnánk, akkor ez nem történt volna meg. Nem tudom. Tehát, nem lehet kifogás az, hogy az ellenfél egy jó csapat. Attól még nekünk ugyanúgy kell hajtani. Nem tudom. Így röviddel a meccs után már látjátok az okait ennek az összeomlásnak, hogy mi történhetett itt, főleg a végén? Nem. És mennyi idő kell, mire ezt átbeszélitek, kielemezitek, hogy mi történt? Nyilván majd az edzők meg fogják mutatni, hogy miben hibáztunk. Az biztos, hogy ezen a szinten nem elég 40 percig kokizni, vagy 41, vagy 42 percig, hanem 60 percig kell menni. Még egyszer rettenetesen szégyeljük magunkat, és szeretnénk kárpótolni azokat az embereket, akik elutaztak ide szurkolni nekünk, illetve az otthon ülőket, a szeretteinket, a hozzátartozóinkat, és mindenkit, aki szurkolt nekünk valamilyen formában ez alatt a két mérkőzés alatt. Meg kell nyerni a vasárnapi meccsen. Tapasztaltam már ilyet korábban, hogy ennyire szétesetek fejben? Nyilván nekem már több tapasztalatom van, mint mondjuk egy fiatalabb játékosnak, játszottam több klubban, válogatottban is több meccsen voltak ilyenek, amikor mondjuk szétesik egy csapat, és ilyen nagy arányúra most írtam, nem emlékszek nagyon vissza, de nyilván ezt ilyenkor a csapatnak együtt kell kezelnie, hogy bármi van, ha nyerünk, ha vesztünk, ha nagyon sokkal nyerünk, ha nagyon sokkal vesztünk, tehát együtt kell maradni, és így nem szabad egymás cserbe hagyni meg senkit se, úgyhogy nagyon nehéz dolog ez ilyenkor mentálisan. Erősnek kell maradni, reméljük, hogy legközelebb nem lesz a példa. Nem vett ki túl sok erőt tényleg, hogy a második harmad az, ahogy te is mondtad, és kívülről is így látszott, az elmúlt idők egyik legjobb játék része volt, amit láttunk a válogatottól. Hát azért mindenki készül erre, tehát az erőnléten nem éreztem, hogy az lett volna a probléma, tudtunk korizni a második harmadba végig. Nem, ez egyszerűen fejben teljesen szétestünk, elvesztettük a koncentrációt, és elég gyorsan kaptuk az elsőt, ami úgy megtört a lendületünket, és onnan egyszerűen nem tudtuk
visszajönni. Még az sem lett volna probléma, onnan vissza lehet jönni, de nem egyszerűen. Ott utána a sorba kaptuk a gólokat, és nem tudtuk megállítani. És Tipsit Bence azt mondta, hogy szerintem amiatt a válogatottban játszik, a második harmad volt az egyik legjobb harmada a válogatottnak. Te már tapasztaltál ilyet, hogy egy ennyire jó harmad után ennyire össze tud fejben esni egy csapat? Nem. Nyilván most ez az érzés dominál bennetek, ami itt történt a végén, de abból lehet erőt meríteni, hogy a második harmad viszont, ahogy Tipsit Bence is mondta, talán a legjobb harmad volt, amit az elmúlt időszakban produkált a csapat. Igen, ha most kicsit kiradírozom ezt a harmadikat, és kicsit a lila ködöt így próbálom lejjebb vinni a fejembe, akkor az, hogy a hazai csapat ellen 40 percen keresztül egy ilyen hokit tudunk játszani, az szerintem nagyon jó dolog. Voltak szerintem helyzeteink, a pufánk is volt, ha jól emlékszem, tehát szerintem abszolút partiban voltunk velük, amikor. Igen, csak most abból lehet építkezni esetleg, de most még kicsit ez a harmadik beárnyékolja sajnos nagyon. Most ezt kicsit emészgetjük, de nagyon sem kell felejteni, és úgy kell kimenni a következőre, hogy ki kell adni magunkból mindent, és egy nagyon komoly csapatmunkát kell tennünk a jégre.